Itt egy sorozat, amiben Mark Hamill a narrátor. Szerintem ennyit bőségesen elég is tudni, szóval ennyi volt a videó, sziasztok! I'm sorry, viewer. The TV show you're searching for cannot be streamed in your reality. Please stand by for reconnection. Hello, hello, sziasztok, kedves nézők, az én nevem Betfir. Ebben a videóban a 404-es dimenzióról fogunk egy kicsit beszélgetni. A Rocket Jump 6 részes antalógia sorozata leginkább az 1985-ös Alkony zónára hasonlít, de szerintem a címben szereplő Black Mirror párhuzam is tökéletesen megállja a helyét, mivel a különféle sci-fi, horror és misztikum elemekkel dolgozó epizódok jó pár darabjára erős társadalomkritikus attitűd is jellemző. Először is érdemes tisztázni, hogy a 404-es dimenzió elképesztően profi munka. A részenként eltérő történet és szereplőgárda okán biztosan lesznek olyanok, amik inkább, és olyanok, amik kevésbé nyerik el a tetszésetek, de a színészi játékra, az operatőr és vágási munkálatra egy rossz szavunk se lehet. Még a CGI effektek terén is teljesen korrekt munkát végeztek. Szóval a 404-es dimenzió egy antalógia széria, vagyis mindegyik rész különálló történettel és szereplőgárdával rendelkezik. Mindegyik rész a sci-fi, a misztikum és a horror mesdjéjén mozog, viszont az egész sorozatot belengi egy olyan felhőtlen, vidám hangulat, és nem is célja, hogy halálosan komolyan vegyük. Leginkább a paródia, a szatíra és a trash filmek műfaji keveredésével lehetne a leginkább leírni, az arányok pedig részről részre változnak. Rettentő kreatív koncepcióval indítanak a részek, talán nem is mindegyikről, de jó néhánynak már csak a cselekményéről is érdemes lenne beszélni. Már az első rész is igen szokatlanul kezd, mikor kiderül, hogy főszereplőnk valójában egy legyártott pasi, akit egy lány igényeinek megfelelően teremtettek meg, aki egy idő után ráun és lecseréli egy friss modellre. Ez az alapjában véve teljesen szürreális és idióta felvetés viszont remekül rávilágít napjaink párkapcsolati válságára, ahogyan a párok elhasználják egymást, és egy idő után magától értetődően lecserélik szerelmük egy másikra, hiszen az előzőre már teljesen ráuntak, eljött az idő beruházni egy új termékre. A 404-es dimenzió első része remekül szemlélteti ezt a folyamatot egy olyan allegóriába öltöztetve, ahol az egyik fél szó szerint egy termék. De a második epizódban a Young Adult tini filmek savazása nagyon tetszett, egy másikban a Polybusz játéktermégé mítosza kerül a középpontba, majd az időutazás körül zajlanak az események, milyen zavaros is egy vissza a jövőbe, ha tudományos elképzelések alapján ugrálunk a múltba és a jövőbe. De úgy általában minden karakter szerethető, a poénok működnek, minden kis elem a helyén van. A 404-es dimenzió egy igazán szórakoztató és kreatív sorozat, amit bátran ajánlok mindannyiótoknak, hiszen, hogyha nem is az összes rész, de biztos lesz majd egy-kettő, ami igazán betalál. Betfir voltam, köszi a figyelmet, sziasztok!